A Máriapulcsi Bazilikában tette le püspöki hitvallását Szocska Ábel május 9-én este. Ez volt az új görögkatolikus püspök szentelésének első mozzanata. A főpásztort még április 7-én nevezte ki Ferenc pápa a Nyíregyházi Egyházmegye élére, melyet 2015 óta apostoli kormányzóként irányított. Szocska Ábelt a Máriapulcsi hitvallást követően Kocsis Fülöp metropolita, Orosz Atanáz miskolci püspök és Cyril Vasil érsek, a keleti egyháza kongregációjának titkára ma szentelte fel és iktatta be a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban. Kocsis Fülöp szentbeszédében arról szólt, hogy az egyházmegye tekintélye és súlya is emelkedik az új püspök felszentelésének köszönhetően. Tehát testvéreim, ma emeljük Ábelatját a püspöki székbe, ma emelkedik a fiatal nyíregyházi egyházmegye tekintélye és súlya. Ma emelkedik magyar görögkatolikus egyházunk fénye és ereje, de csak is akkor, ha Krisztussal együtt emelkedünk. Ezért kérem Ábelatját, a vele együtt munkálkodó nyíregyházi egyházmegye papságát és híveit is, hogy Krisztussal összeforva akarjunk emelkedni. Növekedjünk együtt a szeretetben Isten és egymás iránt. Emelkedjünk Krisztus Urunkkal a szentség útján, hogy rajtunk keresztül a világ is megszentelődjék. A mai nap különös hatékonysággal járuljon hozzá ehhez a törekvésünkhöz, hogy képesek legyünk minél több ember fölemelni az Úrhoz. 2015-ben a görögkatolikus metropolita létrejöttével alakult meg a Nyíregyházi Egyházmegye, mely területileg Szabolcs-Szatmár-Bereng megyét fedi le, így a legkisebb az ország másik két egyházmegyéje, a Hajdúdorogi Főegyházmegye és a Miskolci Egyházmegye mellett. A templomok, az intézmények és a hívek számát tekintve azonban a legnagyobb a három egyházmegye között, ezt Szocska Ábel mondta el korábban a 35 perc című műsorunkban. Az új főpásztor úgy fogalmazott, ez nagy feladatot és felelősséget jelent számukra, hiszen nagyban átalakult a korábbi egyházi szerkezet. Megvan a folyamata annak, amikor egy egyházmegyét alapítanak, hogy hogyan válik abból egy teljes jogú egyházmegyévé. Van, amikor exarchátust létesítenek, van, amikor az egyházmegyét kinevezik. Az exarchátus egyfajta előszobája a püspöki az egyházmegyének, de még nem rendelkezik teljes egyházmegyei ranggal. Ez úgy tudnám inkább megfogalmazni, hogy apostoli kormányzóként nem láttam el teljes egészében püspöki feladatot, de mégis püspöki feladat volt rám bízva. Szocska Ábel 1972-ben született a kárpátaljai nagyszőlősön, a kerességben az Antal nevet kapta. 1995-ben lépett be a Nagy Szent Bazil rendbe, ekkor vette föl az Ábel szerzetesi nevet. Szocska Ábel a lelkipásztori szolgálaton túl cigánypasztorációval is foglalkozott, valamint a Miskolci Apostoli Exarchátusban gazdasági vezetőként és helynökként is tevékenykedett. Bazilita szerzetesként kétszer megválasztották a magyarországi Szent István rendtartomány tartományfőnökévé, emellett 2015. október 31-e óta a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója volt.